A Szabolcs-Váci Zrt. A 2009-ben megnyílt operatív program, tehát a közösségi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése keretén belül már tervezte a helyi járatoknak a felszerelését erre a GPS-es nyomkövető rendszerre is. Az önkormányzattal történő együttműködés miatt erre akkor nem került sor. Ha is amennyiben a újabb pályázati ablak nyílik ezzel kapcsolatban, úgy szeretnénk az a helyi autóbuszokat is ellátni. Természetesen ennél jóval egyszerűbb funkcióval, ugyanis a helyi járatokon a jegykiadás lényegesen kisebb mértékű, sőt ugye nincs is övezetes díjszabás jelen pillanatban. Természetesen amennyiben erre lehetőségünk van, és az önkormányzat úgy gondolja, hogy az övezetes díjszabást meg kell valósítani, az új jegykiadó rendszer vagy új fedélzeti egységek erre is képesek. Példaként hozom fel a Jászkunvolánnál Szolnokon található rendszert, amelyik működőképes. Nem itt, nem a reklám helye, de ugyanúgy a IQSIS informatikai és tanácsadó Zrt.-nek a fejlesztése, és együtt tud működni a helyközi rendszernek a szerverével is. Nagy előny ebből a szempontból az, hogy mivel az adatbázis azonos alapokon nyugszik, ezért gyakorlatilag további fejlesztés nélkül beilleszthetők majd az autóbuszok ebbe a rendszerbe. Természetesen vannak olyan szakmai alapjai, például a transmodell adatbázis, tehát a megállóknak a tételes lekövetése és GPS koordinátákkal való ellátása, mely muszáj, hogy megtörténjen mielőtt a valós pályázat befejezésre kerül, de ennek függvényében ugye egyetlen egy lépésben illeszthető lesz majd a helyi rendszer, a helyi nyomkövető és utastájékoztató rendszer a jelenlegivel. Nagy előny továbbá az, hogy ezeknek a fedélzeti egységeknek már van olyan kimenete, amely az a Solaris autóbuszokon lévő kijelzőkkel tud kommunikálni, gyakorlatilag meghajtva azt, innentől kezdve leveszi még azt a terhet is a gépkocsi vezetőnek a hátáról, hogy a járatoknak a kijelzőit módosítani kellene, önműködően, automatikusan tudja ezt majd befolyásolni.